Az élő közvetítést az Alpha Implant Kft., az Alpha Biotech implantátumok kizárólagos hazai képviselője támogatta. Üdvözlök mindenkit, ez a Dentál Hírek, dentál.hu külön kiadása, élőben a Facebookon, felvételről pedig a YouTube-on. Látott szájjal a fogászati rendelők újranyitásának gyakorlati tapasztalatai, ezzel a címmel hirdetjük meg a mai beszélgetést, ami számos nagyon aktuális témát próbál feszegetni, hiszen pontosan egy hete kapták meg a fogászati rendelők az EMI levelét az újraindulásról, és a mellékletben az infekciókontroll előírásait. A YouTube közvetítést a FastLab labordiagnosztika PCR-tesztelés fogászatoknak támogatta. Mit kell most tenni egy rendelőnek? A fog- és szájbetegségek szakmai kollégiumának tagjai vagyunk. Azt is el kell mondani, hogy csak a szakmai kollégium képes a fenntartó felé, az egészségügyi kormányzat felé olyan előterjesztéseket tenni, mint amit most az ön is az előbb említett. A Magyar Fogorvosok Egyesülete egy csapattal igyekezett ehhez hozzájárulni, és egy olyan összefoglalást készített, melyet a szakmai kollégiummal történt egyeztetéseket követően a fenntartó felé továbbított. Ez az eljárásrend jött ki körülbelül egy héttel ezelőtt, amire utalt, és ez az eljárásrend többé-kevésbé tartalmazza azokat a szabályokat, hogy hogyan lehet az egyes fogászati rendelőket újraindítani. Én egyetlen egy dologra szeretném itt felhívni a figyelmet. 2016-ban az Országos Epidemiológiai Központnak már megjelent egy nagyon komoly eljárásrendje, egy módszertani levél, melyet, hogyha most elolvasunk, akkor minden fogorvos rájöhet, hogy annak a levélnek a tartalma, módszertani levélnek, és a mostani intézkedéseknek a tartalma egyáltalán nem tér el olyan mértékben, ahogyan azt azok gondolják, akik egyáltalán nem ismerték ezt a módszertani levelet. Természetesen azt nem szeretném állítani, hogy a COVID-19 nem volt hatással arra, egyrészt, hogy újra előkerüljön a 2016-os, illetve kiegészítsük egyéb szabályokkal, de én azt hiszem, hogy magára az infekció kontrollra való odafigyelés már minden rendelőnek a birtokában kellett, vagy kellett volna legyen nagyon hosszú idő óta, úgyhogy az a változás, amit a COVID-19 hozott, és ezt nem minimalizálnám egyáltalán, felerősítette azokat a követelményeket, amelyek már korábban is megvoltak, csak esetleg nem történtek, nem tartották be őket az egyes fogászati rendelők. Mit gondolnak a mostani járványügyi helyzet miatti protokollokból? Mi az, ami meg fog maradni a hétköznapokban? Nagyon sokan mondják azt, hogy ez a jelenlegi helyzet, ez egy aktuális pillanatkép, de hogy valószínűleg ilyen és ehhez hasonló vírusok a jövőben is fognak érkezni. Mit gondolnak, mi az, ami ebből megmarad a hétköznapokban? Fogjuk-e mondjuk 2021-22-ben látni tetőtől talpig beöltözve arcpajzsal a fogorvosokat rendelni? Nagyon sok kollega kérdezte ezt meg tőlünk. Egyébként a professzor asszony által említettekkel, elnök asszony által említettekkel tökéletesen egyetértek. Tehát nekünk volt egy nagyon jó infekciókontroll rendszerünk. Kétségkívül ezt aktualizálni kellett a járványhelyzet miatt. De visszatérve, megint hipotetikus, hogy egy következő járvány bekövetkezik, akkor mit fogunk tenni. Szkafanderbe fog-e a fogorvos dolgozni, ugye így szokták ezt minősíteni. Én úgy gondolom, hogy a szellemiségének meg kell maradni. Biztosak vagyunk benne, hogy a kollégák sokkal komolyabban fogják venni a 2016-os és ezt a kibővítettet, ami pont arra hívja föl a figyelmet, hogy rendkívül veszélyeztetettek vagyunk, és általunk a betegek is. Én úgy gondolom, hogy be kell épülni a tudatunkban annak, hogy fokozott infekciókontrollal kell dolgoznunk, mindent el kell követnünk a fertőzés veszély megelőzése érdekében, de nem hiszem azt, hogy az lesz a normális, különösen egy vidéki, falusi vagy kisvárosi rendelőben a közfinanszírozott fogorvos szkafanderben fog dolgozni, és életszerűtlenne gondolom, hogy a magánrendelők is biztosan így fognak majd eljárni, ezt ők nyilván eldöntik. A helyzet minimalizálása és dramatizálása között mindig van egy józan középút, az észszerűség.
a fogorvos, az orvosnak van felelőssége, és szerintem ennek a szellemében fognak eljárni. Picit a PCR tesztekről beszéljünk. Nem teljesen egyértelmű, hogy akkor most ez egy kötelező lépés, vagy ez egy ajánlott lépés. Ez a fajta telefonos lekérdezés, illetve a rendelőben, a kérdőíven keresztüli lekérdezés az elégséges. Mi itt a helyes eljárás? Mind a hárman ezzel részletesen foglalkoztunk, és azt a hosszú hétvégét, a három napot átdolgoztuk és konzultáltunk egymással. Valóban egymásnak ellentmondó félreértésekre okot adó információk jelentek meg. Az internetnek és ezeknek a közösségi oldalaknak rendkívül sok előnye, és véleményem szerint legalább ennyi hátránya is van. Az én fejemben legalábbis világos az, hogy amennyiben a beteg egészséges, ő erről tud, kikérdeztük, mindent megtettünk az előírásoknak megfelelően, és kizárható, hogy fertőzött, akkor erre a PCR-ra nincs szükség. Minden más esetben, amikor gyanús vagy gyanúk van, tehát fertőzés, gyanús, vagy meggyőződtünk róla, hogy fertőzött, és itt szeretném hangsúlyozni, a sürgősségi ellátást akkor is meg kell adni, akkor be kell öltözni. Viszont minden ilyen esetben a PCR-teszt elvégzendő, és ha a kezelés halasztható, akkor igenis még a kezelés a beavatkozás előtt meg kell tenni, különösen akkor, ha ez egy fokozott veszélyhelyzettel jár, lásd ez az aeroszolos kezelés és sok minden egyéb, de kíváncsi vagyok kollégáim véleményére is. Professzor úr? Valóban, ahogy ön mondta, megjelent április 30-án egy előírás, hogy gyakorlatilag beavatkozáshoz kötötték a magas kockázatú beavatkozással járó, az aeroszolos beavatkozással járó esetekben a PCR használatát. Ez valóban, ahogy Gerle elnök úr fogalmazott, nekünk volt egy hosszú hétvégénk. És ez alatt, a hosszú hétvége alatt azért ez az anyag egy cseppet finomodott. És ennek lett az a következménye, hogy ez kikerült, ez a PCR, egy betarthatatlan PCR kikerült. Mi egyébként a Semmelweis Egyetemen a hétfői nap elkészítettünk egy, mert el kellett készítenünk a miniszteri utasításnak megfelelően egy becslést, hogy mennyi egy hónapba mennyi PCR-t kell készíteni, végeztetni csak a Semmelweis Egyetemre beérkező fogorvosi betegek után. 10.500 volt az a szám, amit mi egy hónapra az akkor április 30-i rendeletnek megfelelő PCR-ra vonatkozó utasítást becsültük. Majd hétfőn késő délután kiadásra került egy újabb eljárásrend. Én azóta egyébként nem tudok mást, ami a fogorvosokra lenne hivatalos, és mi egyébként az egyetemen ezt az eljárásrendet alkalmazzuk, és ott már nem ahhoz kötik, nem a beavatkozáshoz köti az az eljárásrend a PCR elvégeztét, hanem hogy COVID gyanús, vagy nem gyanús. Amennyiben is kérdésére válaszol, hogy hova kell a páciens küldeni, amennyiben COVID gyanús, ha sürgősségi a beavatkozás, akkor el kell látni, és utána kell házi orvoshoz küldeni, amennyiben nem sürgősségi, de COVID gyanús, akkor pedig házi orvoshoz kell küldeni a pácienst PCR-teszt elvégzésére. Mi az első lépés, amit most annak a fogorvosnak, aki szeretne újra magánpraxisába lépnie? Nyilván el kell olvasni a levelet, értelmeznie kell a mellékletet, el kell kezdenie felkészülni erre a fokozott. Be kell szerezni az ehhez szükséges eszközöket, és mi a következő lépés? Segítsenek ezt konkrétan a gyakorlatban, hogyan kell átültetni. Fordulok elsősorban most elnök asszony, a Magyar Fogorvosok Egyesületének. Van erre nézve valamilyen gyakorlati kézikönyve, leírása? Segíteni a kézikönyvem ugyan nincs, de gyakorlati tanácsot szeretnék adni. Először is
mivel egy közösségi média platformján vagyunk most, én annyit szeretnék kérni az összes fogorvos kollégától, vagy nem fogorvos kollégától, hiszen nem csak ők férnek hozzá a Facebookhoz és egyéb közösségi médiákhoz, hogy nagyon óvatosan tegyenek ki különböző információkat. Az a tapasztalatom, bár ezeket nem szoktam folyamatosan kommentálni, erre sem idő, sem pedig azt gondolom feladatkörömbe nem tartozik, azonban nagyon fontos tudni, hogy például szakmai kollégium is nem egy van a mi szakmai kollégiumunk, amit úgy hívnak, hogy fog- és szájbetegségek szakmai kollégiuma, és temérdek szakmai kollégiumi ajánlásokat találunk fogorvosi Facebook oldalakon, és így egy olyan konfúz helyzet alakul ki, ami az elmúlt napokban követhető volt egyébként a közösségi médián, és azt írták a fogorvosok, hogy most már nem tudják, hogy mit kell csinálni, mert teljesen össze vannak zavarodva, pont a PCR-ral kapcsolatban. Tehát első javaslatom az lenne, hogy a megfelelő médiából, illetve a megfelelő hiteles forrásokból táplálkozva töltsék le ezt az eljárásrendet, amennyiben fogorvosról, illetve az ellátó, fogászati ellátó személyzetről van szó, akkor ezt az eljárásrendet nézegessék. Csak a többi szakmai kollégiummal most jelenleg nekik nem kell foglalkozniuk, és ne is idézgessék be a fogászati közösségi médiákba, mert nagyon nagy zavart okozhatnak vele. Tehát ha ezt az eljárásrendet követik, akkor mindenképpen jó úton fognak járni. Ez lenne az első tanácsom. A második tanácsom az lenne, hogy ahogyan fel is hívtuk a figyelmet nagyon-nagyon sok helyen, nem csak a szakmai kollégium, de a kamara is külön, hogy fokozatosságot tartsunk be az ellátásokban és azok elkezdésében. Természetesen az elmúlt másfél hónapban nagyon sok olyan fogászati beavatkozás volt, amelyet elkezdtünk, és úgynevezett sürgősségi ellátás szerűen láttuk el. Ezeket kell mindenképpen folytatni, illetve azokat az ellátásokat kell folytatni, amelyek el nem látása egészségromláshoz vezetne. Tehát én arra hívnám föl másodikként a figyelmet, hogy fokozatosan, nem rögtön a legnagyobb rehabilitációs szájüregi beavatkozásokkal kezdjük, hanem fokozatosan a kisebbtől a nagyobbak felé haladva, és természetesen várva, hogy maga a vírushelyzet is stabilizálódjon, illetve hát kifelé menjünk ebből, amit mindenki remél és bizonyára országokat figyelve be is fog következni. Én röviden ezt a két tanácsot adnám. Föltette azt a kérdést, hogy vajon hány rendelő állt már vissza és kezdett el dolgozni. Én azt nem tudom megmondani, viszont a Semmelweis Egyetem adatait azt pontosan tudom, és nálunk három egységben, három centrumban folyik betegellátás, fogászati szájsebészeti oktatóintézetben az oktatási centrum klinikáin, illetve az arcáscsont és szájsebészeti klinikán. És ami nagyon érdekes, hogy mikor március 11-én beindult ez a veszélyhelyzet és a tiltás a betegellátásra, idő volt, amíg a betegekben ez lecsapódott, megértették, és egy-két nap volt, minden nap megkapom a beteg adatokat, tehát pontosan tudom, hogy hogy alakult, és körülbelül a harmadik-negyedik nap beállt egy szintre. Ez tartott egészen a múlt hét végéig ugyanez a szint, és ami érdekes, hogy most hétfőn, holott a médiában abszolút kinyílt a lehetőség, és a felhívás a betegek számára, hogy akkor menjenek. Igaz, hogy rengeteg probléma is, mindenki megfogalmazta, hogy milyen problémák vannak. Na most egy szinte egy darabbal nem emelkedett a betegszám. Tehát a betegek nálunk, akik minket megkerestek az egyetemen, holott Budapest-Pest megye sürgősségi ellátása is hozzánk tartozik, nem emelkedett meg. Tehát azt gondolom, hogy az, hogy a rendelők kinyitottak-e már, és milyen százalékban, én ezt nem tudom megmondani, de azt igen, hogy a minket felkereső betegek, és azt gondolom, és ez nem változott még, ami azt jelenti, hogy a betegekben van még egy félsz.
Tehát ez nem csak a rendelőkön, és ezt szerettem volna most aláhúzni, hogy ez nem csak a rendelőkön fog múlni, hogy ők kinyitnak vagy sem. Nyilván valahol el kell indulni, és ez meg fog történni, és így be fog indulni szép lassan, de per pillanat még a betegekben nagyon nagy a félsz. És még egy kérdésre hadd térjek vissza egy válasszal, hogy a kerékvágásban hogy és miképp fog a rendszer visszatérni. És ez szóba került az a 2016-os Országos Epidemiológiai Központ által kiadott brossúra is. Megmondom őszintén, az összes rendelkezésemre álló időt én itt föl is használnám, és esküszöm, akkor nem is szólok tovább, de nekem több ezer tanúm van arra, hogy én azzal kapcsolatos aggályaimat megfogalmaztam. Az, amit amikor leírja egy dokumentum, hogy minden beteget úgy kell kezelni, mintha potenciálisan fertőzött lenne, ez hihetetlen okos. Csak az, hogy ez miért nem működik, és miért az én érvelésemnek volt, és hivatkozom több előadásomra igaza, azt most a világ bizonyította be. Én az előadásaimban, hogy ez miért nem működik, mindig a HIV-fertőzést hoztam föl, most annyi fog változni, hogy az előadásaimban nem a HIV-et, hanem a koronavírust fogom mondani. És az a gond, a világnak azon kell elgondolkodnia, nem, hogy most FFP 2, 3 vagy 25-ös maszk, teljesen lényegtelen. Azon gondolkodjon el a világ, hogy a fogászat milyen irányba menjen tovább. Tudnélik, ha mi kinézünk magunknak egy kórokozót, legyen az a koronavírus, és azt mondjuk, hogy akkor ez ellen, HIV ellen, bármilyen más mikroorganizmus ellen, akkor most védenünk kell magunkat, a személyzetet, illetve a fogorvosi ellátórendszerben megjelenő pácienseket, hogy akkor ezt eldönthetjük, de akkor azt gondolom, hogy nem csak a szkafander, meg az akármilyen maszk, hanem az egész filozófiát kell átgondolni. És hogyha átgondoljuk, és emellett dönt, egyébként szerintem nem emellett fog a fogorvosi ellátórendszer dönteni, akkor a mostani fogorvosi rendelők nem alkalmasak erre, mert nem így vannak kialakítva. Egy kórokozó egy sebészeten pontosan ugyanolyan, mint nálunk. Ha a sebészeten kialakítottak egy műtő típust, egy beöltözés, egy zsiliprendszert, és mi úgy döntünk, nem mi, így négyen, öten, akárhányan, hanem a világ fogorvosi ellátórendszere úgy dönt, hogy ebbe az irányba kell menni, és egy ilyen aszepszis, antiszepszis koncepciót kell, és infekciókontrollt alkalmazni, akkor az egész fogorvosi rendelő felépítésének koncepcióját kell átgondolni, ami viszont nem egy rövid idő. Ha szabad ehhez megjegyzést tennem, 100%-ig egyetértek vele. Nem ez az első alkalom, hogy erről elkezdtünk beszélgetni nyilván a háttérben. Az a levél, amit az államtitkárságnak írtunk jóval korábban, megfogalmazza azt, hogy ezután a járvány után el kell gondolkodni, és én csak a magyarországiról beszélek, hogy a magyarországi fogorvosi ellátórendszer struktúrája, és majd nyilván a működése, és az ehhez kapcsolódó finanszírozása eleget tud-e tenni azoknak, amit az előbb a professzor úr elmondott. És egy picit visszamennék az előző kérdésére, hogyha ezt megtehetem. Gyakorlatilag leírtuk azt szintén hivatalos levélben, hogy a közfinanszírozott rendszerben központi forrásból és központi elosztással kell megoldani a védőfelszereléseknek az eljuttatását. Ez nyilvánvalóan egy olyan helyzetet teremtett, amit a tisztiorvosi hivatalnak, a hatóságoknak és mindenkinek annak is beleértem, akiknek felelőssége van, eszerint kellett volna, vagy kell eljárnia. És akkor itt csak annyit mondanék, hogy egekbe szöktek ezeknek a felszereléseknek az árai, de én úgy gondolom, hogy amikor hatósági rendelkezések tömege jelenik meg, természetesen a veszélyhelyzet elhárítása miatt, akkor ezeknek a védőeszközöknek
nem lenne szabad hagyni, hogy szabad piaci ára legyen, és az egekbe menjen, mert létezik a hatósági ár, létezik a szabályozás, és ha valami a veszélyhelyzet szempontjából felértékelődik, az pont ez a védekezés. És egy mondat még a professzorasszony, elnökasszonynak az utalására, mind a szakmai kollégium anyagban benne van egy három lépcsős visszaállás, és azokban a kamarai anyagokban, amit szinte én most már minden nap, ha szabad így mondanom, önirónikusan, irodalmi munkásságom része az, hogy naponta e-maileket kell és megfelelő magyarázatokat küldeni a kollégáknak, pontosan az van benne, lépcsőzetesség, megfontoltság, fokozatok. Valószínűleg ugyanabban az állapotban, amiben korábban voltunk, tehát a jelenlegi járványügyi előtt, soha nem fogunk visszatérni, alapjaiban fog megváltozni az, hogy hogyan fogunk betegeket. Mit gondolnak erről? Valóban ilyen radikális változás következik most el, vagy azért normalizálódik a helyzet, vagy esetleg tényleg, ahogy itt elhangzott az imént, teljes mértékben és alapjában kell újra gondolni a kormányzatot. Ezt nem mi fogjuk meghatározni. Ezt meg fogja határozni a következő időszaknak, ennek az adott vírusnak, amivel most küzdünk, a kifutása és az eredménye, illetve, hogy milyen sűrűn találkozunk ilyennel. Én a fogászati praxisom során kisebb dolgokkal, vagy kisebb volumenű dolgokkal találkoztam, de pedig elég régóta már ebben a szakmában vagyok, de nem találkoztam ilyen jellegűvel. Tehát, hogyha ezek nem fognak ismétlődni, akkor mint mindennel megszokjuk, hogy visszaáll lassan az eredeti állapot. Azonban én azt mondom, és én amellett vagyok inkább, amit Herman professzor úr mondott, hogy az egész filozófiának meg kell változni. Lehet, hogy nem kell úgynevezett steril műtőket létrehozni, de hogy sokkal jobban kell vigyázni, mint ahogy eddig két különböző képpen csináltuk a sterilizálást és az infekciókontrollt a fogászatban és a nagy műtők esetében. Szerintem ez nagyon közel fog egymáshoz kerülni, még akkor is, hogyha nem lesz teljes átfedésben, de igen, filozófiát kell váltani, és ez nem csak természetesen Magyarországra kell applikálni, de láthatjuk a környező országokban is, és nem egy ilyen videokonferencián ültem végig és vettem részt, nagyon-nagyon ebbe az irányba megy a filozófia váltás irányába, tehát szerintem nekünk is valamilyen formában ezt követnünk kell. Igen, bocsánat, én lehet egyébként, hogy félreérthető voltam, és akkor elnézést kérek. Én azt szerettem volna csak mondani, hogy ez egy filozófiai kérdés, hogy melyik irányba kezdünk el gondolkodni. Én egyébként nem gondolom, hogy ebbe az irányba fog elmenni, de el kell gondolkodni azon, mert ha ebbe az irányba akar elmenni a gondolkodás és a fogászat, akkor ezen az oldalon és ennek a gondolkodásnak a végén van ez a fajta műtőszerű, zsilipszerű berendezkedés, amire viszont azt mondom, hogy erre nincsen berendezkedve és felkészülve a fogorvosi ellátórendszer. Szerintem egyébként nem ebbe az irányba fog menni, csak azért mondom, hogy az a filozófiai kérdés, hogy ezen kell elkezdeni gondolkodni, hogy akkor valóban egy koronavírus, ami hihetetlen jó médiát kapott, és ez emiatt mi teljesen átgondoljuk, és megváltoztatunk mindent, mert az biztos, hogy el kell gondolkodni rajta, és milyen irányba kell a rendszert megváltoztatni. Tehát erre mondom, hogy ez egy filozófiai kérdés, és dönteni kell. De jó vagy rossz szerencsémnek köszönhetően, én a 80-as évek második felében is már fogorvosként dolgoztam, amikor a HIV fertőzés megjelent a világban, így Magyarországon is. És azért annak is voltak olyan átütő következményei, akkor jelent meg például a gumikesztyű, akkor kezdtek el a fogorvosi rendelő gumikesztyűben dolgozni, de, és akkor most hadd kérdezzek vissza, és hadd legyek egy kicsit cinikus. Akkor, ami pedig nem egy olyan komolyságú vírus,
mint a koronavírus, már akkor megfogalmazta a szakma, például a fogászati kézidaraboknak a sterilizési protokollját. Mi használunk mai napig, most így a koronavírusban FFP2, 3, meg akármilyen maszkokat használunk, de azon kigondolkodott el, hogy a kézidarabja, amit ő ugyanúgy használ, mint használt régebben is, arra semmi nem hívja föl a figyelmet, hogy akkor azt tegyük be autóklávba, mi fog vele történni, annak aztán az FFP maszkokhoz képest jóval komolyabb anyagi következményei és konzekvenciái vannak, és annak a fertőző ágens átvitele szempontjából, hát már 80-as évek közepén megfogalmazták ennek a veszélyét, és a természetesen egy-két rendelő, nem tudom megmondani, hogy hány százalékba, azokkal a kézidarab autoklávokkal használja és működik, de azt gondolom, hogy Magyarországon azért a rendelők zöme nem így működik. És az természetesen erre a kórokozóra is, és a másik kórokozóra is igaz. És akkor még a rendelőbe tudnék mondani egy-két olyan fertőzés terjesztésére alkalmas felületet, amit ismétlen filozófiai kérdés, hogy mi minden ellen így föl akarunk lépni, és akkor az egész rendszerünket át kell gondolni. Benne volt a professzor úr szavaiban is, én is próbáltam erre célozni. Nekünk, ha nagyjából ez a helyzet konszolidálódik, normalizálódik, akkor a szakmai szervezeteink első helyen a kollégiumnak, az egészségügyi kormányzattal ezeket a idézőjelben filozófiai kérdéseket meg kell vitatni, és a gyakorlati átültetéséről kell beszélni. Az, hogy a közfinanszírozott rendszerben mennyi pénz lesz, az mindig egy magyar kormány és a költségvetés és a parlament dönti el. Ha figyelembe veszik mindazt, amit a szakma mond, akkor ezen tudnak változtatni. De el kell gondolkodni azon is. A magánszféra az gyakorlatilag egy fizetőképes keresletet tud csak erre bekalkulálni. És ahogy az árak mennek el, és én most szándékosan nem osztrák, német és külföldi betegről beszélek, hanem a magyarországi fogászati ellátásról, tehát a fizetőképes kereslet meg fogja határozni azt, hogy a magánrendelői árak meddig és milyen irányban tudnak fölfelé menni. És amikor a turizmust és az egész gazdaságot visszafogja, akkor mindenki el fog azon gondolkodni, hogy be fog-e ebbe az országba jönni annyi külföldi, és akkor nézzük a turizmust, vagy ezen belül annyi olyan beteg, aki okvetlenül Magyarországon akarja magát gyógykezeltetni, és ez mindegy, hogy fogászat vagy nem. Úgy gondolom, hogy ezek olyan fajsúlyos kérdések, amit nekünk emészteni kell, és beszélnünk kell róla. De én egyetlen egy dolgot szeretnék mondani még ehhez, amit én nagyon sokszor leírtam, és lehet, hogy ez egy kicsit anakronisztikus és nagyon konzervatív szemlélet. Mi az, amit én nem látok sokkal látványosabban, hogy mi orvosok vagyunk, hivatásunk van, és a beteg gyógyítása az egy nagyon fontos dolog, és azt is tudjuk, hogy emögött mindig finanszírozásnak kell lenni, bármilyen, hogy milyen. De nem a finanszírozás az elsődleges kérdés és az anyagi szempontok, hanem az, hogy nekünk világos szakmai véleményünk legyen, hogy mi mit szeretnénk a betegeknek megadni, és azt majd a döntéshozók meg a piac eldönti, hogy emögé mekkora forrásokat tud vagy akar tenni. Köszönöm, hogy megnyitotta a fogászati turizmussal kapcsolatos kérdéskört, mert ezzel szerettük volna zárni a mai beszélgetést, ezzel a témakörrel. Vajon a magyar fogászati turizmus képes lesz a jövőben, ebben az új világban ugyanolyan sikeresen működni, mint annak előtte? Hát ha szabad, akkor én kezdeném, de nem vagyok jó alany hozzá, rögtön mondom, mert én teljes szívvel és szakmai belátással nem tudom támogatni a fogászati turizmus egyes
talán mondhatom azt legnagyobb részét, ugyanis én nem hiszek abban, hogy egy teljes ellátást lehetséges néhány nap alatt a páciens beérkezésétől a néhány nap utáni távozásáig pontosan, szakmailag tökéletesen ellátni. Ez az én saját véleményem. Természetesen vannak olyan, és ez nem ettől függ, hogy a beteg külföldie vagy sem, hanem hogy mennyit tartózkodik Magyarországon, illetve hányszor képes visszajönni a kezelésekre. Ez a fogászati turizmussal kapcsolatban egy elég határozott véleményem, de én azt is gondolom, hogyha korrektül végezzük a munkánkat, mint én feltételezem, hogy minden fogorvos, akkor lehet, hogy a profit lesz egy kicsit kevesebb, de az, hogy fel kell készülni arra, hogy egy paradigmaváltás lesz, és valamilyen szempontból ez a filozófikus kérdés mégiscsak abba az irányba, más irányba, negatív irányba nem tud elmenni, hogy még kevésbé foglalkozunk ezzel. Mindenképpen többet kell foglalkoznunk az infekciókontrollal és a rendelő menedzsmentjére való odafigyeléssel. Természetesen ez azt fogja jelenteni, hogy ha többet kell erre költenünk, akkor a profit lesz kevesen. De egy mondatot hadd érdemeljenek meg, és sokkal többet is, mint egyet, a közfinanszírozott ellátások, akik nem ezzel a témával foglalkoznak. Az ő részükre pedig azt tudnám mondani, és az a véleményem, hogy igen, akkor az egészségügyi kormányzatnak több forrást kell ebbe bele helyezni ahhoz, hogy a színvonalat tartani, esetleg emelni lehessen, és meg tudjunk küzdeni mindazokkal az óvintézkedésekkel, amit egy-egy ilyen vírushelyzet teremt. Beszélgetésünk vége felé közeledünk. Az volt a célunk, hogy egy pozitív lezárást adjunk a mai beszélgetésnek, hogy segítsenek nekem ebben. Azok a fogorvosok, akik még nem indították újra a rendelésüket, és még vacilálnak, de figyelnek minket, kérem önöket, hogy egy ilyen útravaló gyaránt egy záró mondatot mindannyian fogalmazzanak meg. Mi vár most rájuk, mi fog következni, és hogyan lehet szépen akkor, ahogy önök is elmondták, fokozatosan a hétköznapokba visszatérni, és a pácienseket úgy fogadni, mint annak előtte, vagy nyilván a megváltozott körülményeknek megfelelően. Ugye a felvezetőben el is hangzott, hogy én a Szemüvegész Egyetem oktatási rektor helyetteseként ülök itt, és bizonyára mindenki olvasta, látta, rengeteg újságban, tévében, rádióban lehetett hallani, hogy elindult a 4 egyetem szűrése a Szemüvegész Egyetem vezetésével. Én arra szeretném kérni a kollégákat, hogyha a betegek őhozzájuk fordulnak azzal a kérdéssel, akiket a Központi Statisztikai Hivatal kiválasztott, és ők fogják reprezentálni a magyar lakosságot, hogy támogassák ezt a kezdeményezést. Valóban csak így fogjuk tudni felmérni azt, hogy milyen az átfertőzöttsége Magyarországnak a koronavírussal kapcsolatban, és ebbe segítsék a munkánkat. És azzal, hogy a mi munkánkat segítik, biztos, hogy az ő saját munkájukat is segítik a kollégák, hiszen egy valós képet fognak kapni arról, hogy mekkora veszély, akár az ő saját területükön, hiszen ez egy reprezentatív országos felmérés, tehát az ő területükön is mennyi az átfertőzöttek aránya. Köszönöm. Elnök úr, mi az üzenet a fogorvos kollégáknak, mi jön ezután, mi az első lépés, mit tegyenek? Nagyon örülök, hogy így is üzenhetek a kollégáimnak, egyébként minden nap megteszem a különböző csatornáinkon keresztül, és a kollégáim pontosan tudják, hogy én egy pozitív gondolkodású és optimista ember vagyok, úgyhogy először is köszönöm minden kollégámnak azt, és közfinanszírozottnak és magánfogorvosnak, aki ezekben a kritikus válság időszakokban tisztességgel tette a dolgát, ott volt a rendelőben, igyekezett mindent betartani, és gyógyította a beteget. Ez nálunk mindenek előtt való. Én úgy gondolom, hogy a kollégáim elég bölcsek. Kapnak elegendő útmutatást, még akkor is, ha természetesen úgy gondolják, hogy semmi sem elég. A szakmai szervezetektől, tőlünk, akár ma is, óvatosság, bölcsesség, fokozatok betartása, kezdjenek el dolgozni, minden szakmai szabályt tartsanak be, infekciókontrollt 100%-ig, és mint ahogy a háborúk után is mindig elkezdődött egy normális élet.
a lobokon, és ezt most szimbolikusan mondom, mindig új élet kezdődik, és ez az élet nyilván nem lesz sohasem olyan, mint előtte, de boldog és élhető életet kell nekünk a szakmai területen is képviselnünk. Köszönöm. Köszönöm. Elnök asszony, jönné az utolsó szó. Hát nagyon sok kedves szó már nem maradt számomra, hiszen kollégáim elmondták, akkor én a saját egyetemi kollégáimnak szeretném megköszönni ugyanazt, amit a kollégáim az előbb tettek, hogy az egyetemi szakellátásokról már ebben az elmúlt két hónapban sem tudtuk a betegeket tovább küldeni, a kollégák álltak helyt, és ezt innen is szeretném megköszönni. És valahogy úgy szeretném ezt a járványhelyzetet felfogni, mint egy kis figyelmeztető lámpa, ami a jövőre vonatkozóan bármikor ott villoghat, tehát ne menjünk vissza az eredeti állapotba, hanem igenis sokkal jobban figyeljünk arra, hogy mind a pácienseink, mind pedig a saját egészségünk megmaradjon, hiszen ilyen vírus, vagy teljesen mindegy, hogy milyen, előfordulhat még, és ha nem fordul elő, akkor is vigyázzunk egymás egészségére, betegeinkre, saját magunkra, hogy még nagyon sokáig tudjuk mindannyian ezt a szakmát űzni. Mindenkinek nagyon jó egészséget kívánok. Köszönöm szépen mind a hármuknak, nagy tisztelettel dr. Nagy Katalinnak, a Magyar Fogorvosok Egyesületének elnökének, dr. Gerle János úrnak, a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozatának elnökének, és dr. Herman Péter, a Szemvesz Egyetem oktatási rektor helyettesének. Köszönöm szépen, hogy itt voltak velünk, és ránk áldozták az idejüket. Azt reméljük, hogy ez a párbeszéd tulajdonképpen innentől folytatódik, és bizonyos időközönként lesz lehetőség újra és újra kinyitni ezeket a kérdéseket, és egyre többet és többet fogunk arról tudni, hogy milyen világ vár ránk a jövőben is. Természetesen mindannyian tudunk rá majd megfelelően reagálni. Ez a Dentál Hírek Dentál.hu külön kiadása volt élőben a Facebookon, és hamarosan elérhető lesz a YouTube-on is. Köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet, viszontlátásra! Az élő közvetítést az Alpha Implant Kft. Az Alpha Biotech implantátumok kizárólagos hazai képviselője támogatta.